Tam čo? No, OK, čo? User left your channel. Ako Miko, nech ty vyndám. Aha. Lerakom a dolgokat, ez az elindult a késletetés, a 2 perces késletetés. Nem tudom, mi volt ez. Pillanatnyi elmezavar. Nem reagált. Előfordul. Még a az ilyen jó gépekkel is, mint a miénk. Kami? Igen? Maradsz akkor Tibivel? Mert én most szívesen átengedem ezt a posztot, amúgy. Tehát semmiféle szívfájdalmam nem lesz. Sajnálom, hogy már most mobil szintű hálózat van csak. Akkor lehet, hogy izé... Azt még be sem vagyok jelentkezve a szeróra, érted? Szóval megszakadsz, meg instabil vagy, meg minden ilyesmi. Igen, igen, igen. Hát ilyenkor ilyen netre siket kell nyomni, meg minden. Jó, akkor... Vagy rohadt instabil. Akkor viszont maradok én. Az akkor úgy talán jobb lesz. Sorry, azért mondom, hogy nekem ezek miatt a késő időpontok miatt most nem a legalkalmasabb így. Azért jó, is írtam a BF stream csoportba, hogy... Ja, igen, igen. Nem leszek alkalmas. Na. Jó, hát persze, hát mobilizet. Minden két csapat beindította a live-ot. Na, mindenkinek sok sikert. Hajratítés. Kösz. Na, és már is live-ba vagyunk. 0 nézővel. Nagyon jó. Legalább nem zavarnak be. Úgyhogy kedves barátommal, Kuksival fogjuk közösen leszrímelni ezt a második kört. Ja, ja. Második heti kört a Battlefield 4 harmadik magyar kupa sorozatába. Nevezetesen ugye, ahogy látjuk, a TDS, illetve a Homeforce Mix csapata mind a 8 fővel felállt. A TDS oldalán Basiliscus 72, Ganges, Hundi, Kis 75 Zoli, Mastercard Hero, Clyde, The Beast. Oké? Okay. Ox 47, ezt már elfelejtettem, hogy hogyan kell ejteni, Igby József. A Homeforce Mix pedig oldalán pedig Kádár Kolbász, Davov, Hellego, IF John, Muki, Civic, PJ Civic, Snaci és Snapsli fognak csatába állni. Ugye piros oldalon van a Homeforce Mix, kék oldalon pedig a TDS. Már is elindult a live kör. Nézzünk egy felülnézetet. Minden járművel elindultak mindenfelé. A TDS Aladárra megy. A Homeforce Snapsli. Ó, kérem szépen, van egy szabálysértés. A TDS két hajóval jött ki, ugye? Mi ja, hát azt nem kellett volna. Nem igazán reagálnak a dolgokra. Szerintem még egy körre start beleférne ebbe, az én véleményem szerint. Persze, mit mondanak erre a klusiek? Nem, ők ezt nagyon nem vágják, hogy most mi van szerintem.
A TDS úgy látszik vette az üzenetet, és az egyik hajójukat elhagyták. Így viszont, ha most kilövik őket, akkor ugye picit tovább kell majd várniuk. Uh-huh. Hát, szerintem újra kéne a kört indítani, nem lenne nagy időveszteség, amúgy. Hát nem tudom, szerintem többen is olvasták a dolgot. A TDS vezet egyébként egyelőre 245-218 ticketre, és most kezdi a harmadik pontját behúzni a Home Force Mix. Miközben elemér pontra Basiliscus 72 elszökött egy kis hajóval, már is húzza elemért, úgyhogy igazából videóval egy pontcsere fog történni. Viszont érkezik Snapszi a hajóval elemérre. A kis hajó ellen nem hiszem, hogy túl sok esélye lenne Basiliscusnak. A nagy hajó ellen mellé ment a TV-rakéta, de hát a végén csak sikerült meghalnia. Viszont két gyalogos van elemér ponton. Nézzük, hogyan fognak elbírni. Igen, és most áll a csík. Az atakhajóval, mert két-két ember van, 2v1-ben vannak, 2v2-ben vannak, visszaszpónoltak a TDS-ről. 2v1-ben van ismét a TDS, 2-0-ban van a Home Force Mix elemér ponton. Igen, leülték őket el. Igen, hát és ugye... EF John megtámadta a Home Force Ganges, illetve a TDS Ganges helikopterét. Nem volt több rakétája. Behúzzák a ladárpontot a mixesek. A mixek egyelőre majdnem egy pillanatra 5 pontja lett. Uh-huh. És ugye most tudtak kijönni a következő hajóval, mert az elején a kettőt használták el, tehát nem tudtak azonnal visszaszpónolni a hajóba. Kis Zoli, Mastercard Hero, Igbin József vannak a hajóban. Egy javítja, egy géppuskázza, egy pedig lövi az elemi helikoptert, aki eljátsza a táncot PG Civic vezetésével. Civic gyönyörűen kiszedte a három fős hajót. Eve John Hoon javítja. Belül nézetbe úgy néz ki, hogy pillanatokon belül ugye a TDS mondjuk visszaszpónolt, de Civic észrevette. Na nézzük azt az RPG-t. Azért Civic erről le tudja fordítani egy RPG-ről, hát pedig most már tudja, hogy ott van az enemy. Úgy is van. Megérkezett a hajó is Snapszi vezetésével erre a pontra. Elemér pontot most be fogja húzni, úgy nézem a mix. Közben elindult a TDS Kis Zoli vezetésével, illetve a helikopterük is Basiliscus vezényletével aladár pontra, de már is beszületett egy mixes kolléga. Ugye? És leesett a helikopter. Mi történik a helikopterrel? Igen, nem tudni, hogy mi történik. Eladja a helikoptert a kolléga. Így van. Kettő darab helikoptere van a Home Force Mix-nek ezáltal. Ezt azt hiszem az elődő kupán taktikai helikopter eladásnak neveztük, ha jól emlékszem. Igen. Úgyhogy most én úgy gondolom, hogy megpecsételődött a TDS-nek a sorsa. Ugyanis a Mix kettő darab hajóval van, vagy kettő darab helikopterrel van, és egy hajóval, így van, le is küzdötték a TDS hajóját. A TDS már csak Béla ponton van, amit a Home Force is kezdett húzni. 204.70 ticketre vezet a Home Force Mix. Tartok tőle, hogy még 200 alá sem fog sikerülni, habár 4 kill az belefér még. Tehát 4 killel már 200 alatt van a Home Force.
Hát ránézek, akkor... Ó, elemére történik egy szökés Ganges részéről. Ganges elbújt a víz alá. Nem adja fel. Le is születtek, viszont PJ Civic nem kiméli őket. Visszaszületett a TDS elemér pontra, tehát elemér pontot még be fogják húzni. Civic a kis Zoli barátunkat is kiszedte. TDS elemért húzza. Nem is nagyon van más ponton jelen, tehát egyedül eleméren van TDS-es. Na most indul el a TDS. Civic leírtotta őket. Igen, úgy tűnik, hogy 200 alá sem fog sikerülni behozni. A mixet, hát ez nagyon gyorsan, konkrétan 8 perc alatt véget ért az első kör. Az első kört a Home Force Mix hozta. 204 tikettel. Egyébként jelentem, 16 nézőnk van. Üdvözöllek benneteket. Ami nem is rossz, sőt. Hát ilyen késő időpontban, és ilyen hirtelen változott linkekkel igen, és egyéb igen, dolgokkal, ez így még egész tűrhető. És egy Civic, 15 killstreak, aztán egy 10-es killstreak, szép volt, kineveltük a mixnek, ennyi. Na ez csak a vicc része volt. A TDS-től egy ember leesett, vagy cserélni fognak, majd ez ki fog derülni. De annyi biztos, hogy 204 tikettel 8 perc alatt a Home Force Mix lehozta a kört. Már is jön a következő map. Tudom, hogy nem illik ilyet mondani, de hogyha a TDS-es nézi, akkor a Magyar Kupa csoportban a fájlok fölött megtalálható a végleges kupaszabályzat, ami ugye előírja, hogy egy időben egy hajó lehet kint a pályán, tehát nagy atakhajó lehet kint a pályán. Nem hiszem, hogy a Home Force Mix, illetve hát nem tisztem eldönteni, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel, mert azért a ticket számok a végső elszámolásnál fognak számítani, még ha nem is annyira vérre menő ez a dolog. Udi 92 joinol. Ezek szerint ő volt az, aki leesett. Szerintem túl fognak ezzel lépni, mert hogyha probléma lenne belőle, akkor valószínűleg Kusi már beírta volna. Kusi nem volt fent, igazániból. Nem volt fent a csatában, nem volt jelen a csatában. IF John Hoon kilépett. Akkor meg a war leader. Mert sóra raktam a csatát. Sorra raktam a csetet, hogy látszódjon folyamatosan. Hogy esetleg valaki reagál, vagy nem, de nem reagáltak rá. Hát egyelőre 7v7 van, de ugye a TDS-hez már érkezik az ember, viszont ugye a Home Force-tól valaki vagy cserél, vagy leesett. Hát ilyen ticket arányban esetleg, aki talán nem annyira, hogy mondjam, nem a line-up része a csapatban, azt is be lehet hozni esetlegesen. Igen. Ki is. Csak ugye, hogy mondjam, tehát ez is olyan furcsa dolog picit, Tibi, hogy tegyük fel azt, tehát ilyen teljesen hipotetikusan, hogy a kupa végén a helyezésekben pár ticket döntene. Csak így tök fiktíve. Újabb hátrímes érkezik egyébként. És lehet, hogy pont ezen múlna. Na, érted, mire gondolok? Lala személyében érkezik újabb helikopter virtuóz a Home Force Mix oldalára. Már 20 nézőnk van ebben a pillanatban. A 19-et akartam mondani, de abban a pillanatban beváltott 20-asra a visszajelző. Tehát 20-an nézik a streamet. Igen, abból én vagyok 2. meg a nagymamám és az anyukám is ott van. Illetve ugye Bongernek például az anyukája, ő rendszeresen nézi a streameket.
rendszerint a Mongerét, hogy legalább egy nézője legyen. Hát szegény Olivérnek, azért nézze valaki legalább a színjét. Szívjuk a véredet, ha nézed. Na, Lala, ugye köztudottan netes problémákkal szokott küzdeni, most is ez látszik, hogy elég nehezen bír be joinolni. De a countdown az elindult visszafelé, és nem láttam rá beírást, illetve lehet, hogy nem is lesz beírás, hanem egy az egyben megy tovább a kör. Lala megérkezett, meglátjuk majd milyen szerintem, úgy van Kádár Kolbász Warleader beírta a live jelzést, már a TDS-től is várnánk egyet. Egyébként írja Hádi a chatben, hogy fognak foglalkozni ezzel a szabálytalansággal, amúgy. Igen? Na. Fognak, ugyanis hát, azt írja, hogy a UFOS is leszedett rólunk 50 tiketet lap miatt. De, szóval jogos is igazából, mert, tehát vagy ne foglalkozzunk semmivel, vagy mindennel. Hát nem azt, tehát hogyha ha elolvastuk volna, elindult a kör, mondjuk a TDS nem írt live-ot, de ettől függetlenül elindult a kör, most kékben van a Home Force Mix, és pirosban a TDS, nézzünk egy felülnézetet, mindenki minden járművel elindult, most rendben vannak a jármű kihozatalok, a TDS-es hajó megérkezett a pontra, reméljük, hogy nem futtatták partra. Lola közben szívik a Little Bird-ben. Harcol Basiliszkusz ellen. A hajó besegít. Két rakéta elment. Igen, ezt az aktív rakétát, ezt rajta kell tartani, fiúk, amíg be nem csapódik, ezt most tapasztaltam. Basiliszkusz rutintalanul bevett a helikopternek tehát a cselét, hogy a csapdájába befutott Civicnek a TDS-es helikopter, hogy bement a bázis fölé, ugye ottan be, spotolták, és az autót a végvédelem is segített a lelövésében. Humforsznak 3 pontja van, 1 pontja van a TDS-nek, az aladár pontra meg egyelőre meg nem ment el senki. Most indul a TV. Igen. Egy apró korrekció. Mi azt mondta, hogy Humforsz, nem azt mondta, hogy Mix Team. Mix Team! A Mix Team! Bocsánat, mindenkitől elnézést kérek. Remélem. Remélem, hogy nem túlzottan sértő. Hát nem az, hogy sértő, csak... Jó, ezt a poénból mondtam. Jó, tehát a Mix. Mix. A Mix. Már bocs, hogy... A Mix Team-től Civic lövi a TDS-es hajót. Kis Zoli egyedül veszi fel a csatát. És meg is feneklett az a hajó, úgyhogy nem volt nehéz dolga a Mix Team-es helikopternek. De érkezik a bázis felől. Újból üléscsere, javítás. Nem is tudom, hogy a kis helikopterben van Firex. Tehát, hogy a tüzet ele lehet oltani vele. Kérem szépen, Gangász leküzdötte Lalát és Civicet. Na nézzük, hogy mi a felállás. Humforsznak van 1-2-3-4 pontja. Az aladár kimaradt. Kimaradt az aladár pont. Tehát nem azt mondtuk az előbb a TDS-nek, hogy az aladárt nem szabad elfoglalni, hanem csak azt, hogy egyszer egy hajó lehet a pályán. És van 24 néző, illetve 22. Ne kettőjén vagyok. Nálunk már 25. Kettő. Hogy vagy te kettő? A Mix részéről Civic nem EFK-zik, nem várja a helikopter visszaszpónolását, hanem elment, behúzza a aladárt, és ezzel nagyon úgy nézem, hogy 5 pontja lesz. Úgy van, Civicet leküzdötték, miközben ő is leküzdötte az elemi helikoptert. A kis csónakom leng a nulla vizén járművel. Címűs láger, igen. Igen, Basiliszkusz pedig elkezdte cibálni TDS számára aladár pontot, amit be is húztak, viszont nem nagyon vannak jelen máshol. Abszolút. Nézzük meg, hogy mindenki fenn van, így van. Mindenki fenn van, pingek is rendben vannak, azt is láthatjuk.
ha valaki erre kíváncsi lenne. Kiközben próbál sunyogni alfára, illetve a sunyogásnak nem igazán nevezhető, mert itt a hajónak ment szembe gyakorlatilag. És lelőtt két embert is túlélte. Hát igen, az F-2000 az csodákra képes. Indul a TDS-es hajó. Én úgy látom, hogy ennek a hajónak egyébként különösebben nagy javítója nincsen. Legalábbis eddig nem véltem felfedezni, hogy beült volna valaki hozzá. 30 mm-est használ és passzív radart. Tehát nem a hajó ellen harcol, hanem a helikopter ellen. Annyit még hozzátenném, hogy a próba azt mutatja, hogy... Lalát elgázolta az atakbóttal, úgy látom. Kolléga, vagy rosszul láttam? Vagy csak simán kilőtte? Ajaj. Nézhetünk egy hajócsatát. A mixes hajó hátba támadta a passzív radaros TDS-es hajót, aminek nem lesz túl jó vége, ugye? Így van. Tehát visszatérve az előző mondandómra, ugye délután próbálgattuk itt a hajós dolgokat és a következő heti mapokat. A passzív radar nullát sebez. Tehát nullát sebez a másik hajón. Ezt javaslom, hogy ezt ne nagyon leporoljuk, mert ennek ez lesz a vége, ami itt az előbb volt. Már ha szabad ilyet tanácsolnom. Unforce Mix. Behúzza a aladár pontot is. Ezzel 5 pontjuk van. Viszont a TDS nem adta fel. Ismételtem, mint hogy az előző kupán is megszoktuk tőlük, hogy az utolsó pillanatig nem adnak fel semmit. Így van, ez teljesen szimpatikus, hogy azért nyomják. És továbbra is próbálják húzni Dénes pontot. Ahol kis Zoli jelen van. Mukit fogja leküzdeni, így van, le is küzdötte. Sajnos 230 tikettel a Webbreaker második körét is. 39. 239 tikettel elhozta a Mix Team a TDS elől. TDS-től vagy leesett, Hundi lehet, hogy megint a kör végén leesik. Szerintem cserének valószínűleg infantrisabb járnyomásra. Igen, tehát most fog jönni a Metro Story. Reméljük, most, hogy... Most jön ugye a Locker után az infantry, az a második leginfantrisabb pálya, ugye a Metro. Hát én azt mondanám, hogy eredetileg az első. Hát volt, a BF4-hez viszonyítva, úgy értem. Cserélgetnek a kollégák. Én mindjárt jövök. Szerintem úgyis lesz egy-két perc. Pár percre. Kár, hogy ebben a streamben nincsen olyan, hogy lepauzálni a streamet. Most megint meg kell állítanom, hogy két kör legyen. Meg is teszem.